örökkévaló Isten, szerető jó atyánk, hálaadással szólítunk meg e hajlékban, hogy alkalmat teremtettél nekünk találkozni veled és egymással. Hálaadással, jó atyánk, gyermekeid életéért, akik a földi világban a te szeretetednek fényében, gondviselésed melegében alakítják életüket és mindennapjaikat. Hálaadással életünkért, jó atyánk, mely tőled indul, és majdan te hozzád tér vissza. Hálaadással a mindennapjainkért, amikor aggodalommal vagy reménységgel, megfeszített munkával, vagy éppen közömbösséggel, bűntudattal vagy jó lelkiismerettel alakítjuk életünket, és megpróbálunk járni a jézusi evangélium szellemében. Köszönjük, jó atyánk, a találkozást, hiszen életünk találkozásokról szól, veled és embertársainkkal. Találkozásokról, amelyek felcsillantják előttünk szeretetednek teljes fényét. Találkozásokról, melyek megmutatják egymáshoz fűződő, eltéphetetlen szálaknak sokaságát. Találkozásokról, melyek a szeretetnek, a barátságnak, az együvé tartozás megtapasztalásának áldott alkalmai. Örökkévaló Isten, jó atyánk, segíts bennünket, hogy minden találkozás a hitnek, a reménységnek, a szeretetnek lángját élessze a mi szívünkben. Segíts, hogy meglássuk egymásban a közös sorsot, hogy meglássuk egymásban a testvért, a felebarátot, a jézusi tanítványt, hogy a mindennapok sokszor szürkének tűnő forgatagában meglássuk a te szeretetednek hatalmas csodáját, hogy minden nap és minden találkozás egy alkalom legyen, egy lehetőség, melyben bizonyságát adhatjuk annak, hogy a te gyermekeid vagyunk. Ünnepre készülünk, jó atyánk, és az ünnepi várakozásban hozzád fordulunk, hogy alkalmat teremtsünk ne csak a testnek, de a léleknek is a megtisztulásra, a megújulásra. Segíts bennünket, sokszor gyarló gyermekeidet, hogy visszataláljunk ahhoz az igazi önmagunkhoz, melyet a názáreti mester meglátott minden emberben. Hogy visszataláljunk Isten fiúságunknak
reménységéhez. A názáreti mester tanítása felé. Segíts meg bennünket, hogy testben és lélekben készüljünk az elkövetkezendő időben, bizonyságát adva annak, hogy egymásnak fele barátai és a te gyermekeid vagyunk. Hogy életünk többről szól, mint a rövid földi pályafutásunk. Hogy a hitnek, a reménynek, a szeretetnek a lelkesedése lobogjon a mi életünkben, és hozzá el számunkra a húsvét ünnepét. Így fohászkodunk hozzád. Hallgass meg most és minden időben. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.